ki őseit megtagadja, megtagadja őt a jövő nemzedéke. Itt állnak a jövő nemzedék védői, katonái, ott vannak a fiatal gyerekek, óvodások, ott vannak az iskolások, akik sajnos megint távol maradtak, mint annyiszor, mert úgy gondolták nekem is 1989-ben, mikor Szekszárdon kimondtam először a Hősök napját, 30 évvel ezelőtt, pontosan június 14-én lesz az alapítványunk évfordulója, akkor azt mondta nekem egy országgyűlési képviselő, hogy gondolja ezredes úr, hogy most megint diktatúra van, kivezényeljük az iskolákat meg az ifjúságot? Mondom, nem. Nem, de az a nemzedék, amely nem kap elég töltést, mint ahogy tapasztaljuk most is az iskolákban. Ellendrukkerek vannak, mellé beszélnek, továbbra is a hamis történelmet és a hamis igazságot próbálják terjeszteni, és meg vannak kavarodva a gyermekeink. Ugyanúgy mi voltunk, mert más mondtak az iskolába, mást hallottunk otthon, és más történt. Ez volt, fel kéne számolni ezt a többirányú, nemzetpusztító, elvtelen gondolkodást. Mert tessenek megnézni, egyetlen egy európai ország nincs, ahol a saját képviselői saját hazáját, nemzetét pocskondiázza és elárulja. Hazárulóból több jut egy főre Magyarországon, mint egész Európában. Ez így volt 19-ben, amikor eladták az országot és elárulták a hazát, és pusztították saját nemzetünket egy égő, pusztító háború után, ahol 2 millió hősfia pusztult el a határokon kívül a hazáért, mert hűek maradtak, és mi nem a háborút veszítettük el, mi a békét veszítettük el. Mert Albert Fry, amerikai tábornok megírta, hogy az Egyesült Államok akkor lesz világhatalom, ha eltörli az európai egyeduralmat, az európai nemzetállamokat, megszünteti, és a világon mindenütt megjelenik a hadseregével. Ez volt a elv. Tessenek csak körülnézni a világban. Mi az első? A profit, a fegyverkezés, az olaj. És ebben áldemokrata felkiáltással visznek olyan ősközösségekbe, törzsi népek közé akarnak demokráciát vinni, akik belepusztulnak. Ezért van az, hogy a határra kell menni a mi katonáinknak, hogy úgy, ahogy a két világégés alatt meg azt megelőző századokban megvédték vitézeink e hazát, és megmaradtunk. Most újra a hazáért kell védelmet szerveznünk, mert ez a pusztító áradat megindul, a sok szerencsétlennel áttörik a határokat. Tessék megnézni, mit csinálnak Boszniában. Ez a világhatalom tevékenysége, a globális hatalom tönkretesz mindent. Most is arra megy a játék. Nem kellenek nemzetállamok. Miért nem kellenek? Azért, mert a kommunizmus is ezt hirdette, hogy föléled a nemzettudat, mi lesz, abból nacionalizmus lesz, és a nacionalizmus nem fogja a kommunista eszméket befogadni. Meglettünk mi tehetve rendesen, ugye? Annak idején. És megnézhetjük az eredményét. De hála Istennek, tessék megnézni. Itt vannak Túri György vitéző oskolásai. Itt vannak a magyar honvédek. Itt vannak a rendőreink, polgárőreink. Itt vannak a vitézek, akik igyekeznek példát mutatni. Az ősök nyomdokain haladva, az ő dicsőségük, szellemiségük életben tartásával a hazáért, Magyarországért, a magyar megmaradásért teszik le a szavazatukat. Ne hagyjuk a hazát, a templomot
és az iskolát. Magyarok, a létünk a tét. Ha most nem lépünk, nagy bajba leszünk. Mert a globalizmus mindent el akar pusztítani, hitet, hazát, nemzetet.